Start! Elindul a nap utolsó futama az idei Kincsenpark Kupa 6. futama. Apollo Creednek nagyon komoly problémái voltak a start előtt, meg utána is, hogyha kiszáll a versenyből. Solti Csabi kezd a legjobban, és elmehet talán vezetni. Az Easy Topnak fog majd lecsukni, ha nem is könnyen. Elég tömör az élboly. Turbusz Gábor, hogyha Vityát kimondottan jó startot tudott venni a Solti Csabi hátáról. Már ott a harmadik, negyediken tűnnek fel a színei. Vezért is ott látom kívülről Anikót is. Hát egyelőre azért nem a favoritok futam ez. Érdekesség, Zsóka és Mangora két kilógó esélyese a futamnak. Abszolút a boly végén helyezkednek. Erdei Péter és Egedűs Tamás talán várja a többiek egy kicsit. Csatázzanak egymással, és a két sansz pedig egymást figyeli. Egyelőre csak ott a 8. 9. hely környékén, miközben Vezér az ére tudott állni, két hossz előnye van Anikóval szemben. Vezér, Anikó, Solti Csabi, a három istálótárs motorozik az első három helyen, aztán jön Zizi Top és Vitya párosa, Aszlag Princess, illetve Zalai Sász, és mindig a két utolsó Zsóka, valamint Mangorája. Nagyon-nagyon érdekesen alakul ez a futam, meglepődnénk azt hiszem mindannyian, hogyha ez így maradna. Minden esetre Vezér vezet, mögötte ott van Anikó, aztán pedig Solti Csabi a következő lovunk. Most már azért van némi nemű mozgulódás, Vitya is talán megindulhat majd ott szépen lassan. Bent a falon a szürke Zizi Toppal Kovács Sándor jól pozícionálja magát, mögötte szorosan ott versenyez Zalai Srác is, és akkor nézzük, hogy a háttérből mikor indulnak meg majd Mangorájára, illetőleg Zsókára lehet várni elsősorban. Hát lassan-lassan azért tényleg megindulnak. Külső spurra vették őket hajtóig. De hát az elején még mindig ott van Vezér, Borbély Hunorral, mögötte pedig Anikó színei látszanak, majd pedig Solti Csabi. Van, aki kihúzódik egészen az 5.-6. spurba, és ott indul el egyébként Zsókával Erdei Péter, és egy pillanat alatt ott van a fejben. Így van, Zsókával ment egy jós 200 métert Erdei Péter, és lehet, hogy ez is elég lesz a győzelem. Ez Mangora is próbálna rá tapadni, de kettő között Aszlag Princess is ott van, és ezért ez egy komoly távolságnak tűnik, hiszen már csak 300 méter van hátra. Vezér a falon mellette, Zsóka már azért viszonylag erős biztatás alatt, kívülről jönni fog majd Aszlag Princess, jönni fog majd Mangorája. Mangorája próbálna jönni egy pillanatra, elbizonytalanodik, Zsóka közben pedig folyamatosan tudja növelni az előnyét, és már csak 100 méterre van hátra. Zsóka Erdei Péterrel meg fogja nyerni a Kincsenpark Kupa 6. futamhozzá. Nagyon-nagyon könnyedén biztosan Mangorája végül felsétál a 2. helyre, Aszlag Princess a 3., szoros 4. lesz majd Vezér, 5. pedig a szürke Zizi Top.